Sziasztok srácok! Itt az új videóban. Mai kis videónk témája a miért jó barátnővel motorozni. Na srácok, miért is jó a barátnőtökkel motorozni? Ugye mindenki úgy kezdi általában nagy valószínűséggel, ahogy összejöttek egy csajjal, a csaj nem motorozik. Utána megmondjátok neki, hogy nem akar felülni mögétek, elviszitek egy körre, jól meghúzzátok a motorot, ugye, szokásosan. Azért mindenki megmutassa, hogy azért mit tud a motorja, ugye. Csaj örül neki, megtetszik neki, úristen, második randi, mikor megyünk motorra, mentek újra, megint elviszed motorra, egyre jobban megtetszik neki. Ugye már tápáljátok benne a tizet, hogy oh, milyen jó dolog az a motor. Gyors, flexibilis, könnyen el tudtok menni vele A-ból B-be. Csak felpattantok és már mentek is. Nincsenek gondok, akadályok, bármit kielőztök, leelőztök. Nem kell várni a sorokban, stb. Ugye, csak gyűlnek a pozitívumok. A csajnak is egyre jobban megtetszik a motor. Zelenázsaba. Zöld béka az a kocsma neve. Nagyon jó. Na, szóval egyre jobban megtetszik a csajnak a motor. Aztán miután már egy ideje együtt vagytok, ugye felmerül a gondolat, hogy mi lenne, ha a csajnak is szereznénk valami gépet. Általában ugye a csaj még nem tud motorozni, de már, ha van otthon valami kisebb köpcentis motor, vagy valami a garázsban, akkor te már mutogatod neki, hogy hogyan is kellene menni vele, milyen érzés, amikor ő vezet. Egyre jobban rávezetitek arra, hogy megtetszik neki a motor, elkezd érzelmet táplálni a motorozás felé, és már rájön, hogy ő is szeretne egy motort. Mit aztán, ugye? Elkezditek böngészni az internetet, ilyen motorok vannak, kezdő motor, ugye? Érdemes nem újat venni. Valamit kezdésnek, ami öregebb, vagy esetleg ami olcsó, de megbízható. Ugye így megtanulásra, a sebességet megtanulni. Nálunk például az úgy történt, hogy megvettük a pitbike-okat. Ugye ez nem volt valami drága, 1200-300 euró volt a barátnővé, a 140-es. És megtanult vele menni, kanyarodni, elindulni, megállni, sebességet váltani, ami egyik legfontosabb, és hozzászokod ahhoz a két kerékhez, tudjátok, hogy tudjon vele menni. Utána már próbálta a KTM-emet, kipróbált utána pár motort is, ami így a barátaimé esetleg, stb. És már rájött, hogy ő is szeretne egy komolyabb gépet. Egy első motornak nem érdemes nagy köpcentiset venni. Persze vannak kivételek, akik egyből neki mennek ilyen 6-700-as motornak. Mindig azt mondom, hogy át kell nyálazni, hogy mire is kell a motor nektek. Barátnőmnél például az is nagyon fontos szempont volt, hogy ő munkába is szeretné használni a motort munkábejárásra, és mivel 50 km-re melózik otthonról, így ő napi 100 kilométert lemegy. Ugye a kocsi az megeszek ilyen 5-6-7 litert, attól függ milyen autó, stb. Megnéztük, hogy milyen motor enne a legkevesebbet, és akkor találtuk ezt a Hondát. Eleve gondoltunk erre a motorra mi is, mert ez egyik legmegbízhatóbb 105-ös robogó. És munkába járásni, átmenni a sok falun és a városon, a scooter az egyik legflexibilisebb gép, amit csak lehet választani. Mivel nem kell sebességet váltani, csak felülsz rá, fék gáz, és bárhova elvisz. Na, innen folytatjuk. Na szóval nem is tudom, hol tartottunk, kb. Ott, hogy miért is a PCX-et vettük, hogy ugye a munkába járás véget, még főleg az, hogy ugye napi 100 km-t levezet.
és ez a legspórolósabb motor lényegében, ami nagyon megbízható. Rengeteg fórumot átnéztünk az interneten, volt kettő barátunknak is ilyen motorja, belepakolt mindegyikük 20-30 ezer kilométert, gond nélkül ment mind a két motorsrácok, meg volt rajta csinálva a kötelező motorszervizés, sohasem probléma nem volt azokkal a motorokkal. Szóval azért is ezt választottuk. Nem, hogy elmegy valamerre varrátném, aztán lerobna a motor, és csak a gond lesz belőle. Kínai tuti nem szerettünk volna, hogy ennyit van járva motorra, mert volt kínai robogó is egy ismerősünknek, és folyamatosan csak szervizelte. Más nem csinált vele. Többet volt szervizben az a motor, mint otthon. Szóval ilyeneket mind szempont... Szóval minden ilyen szempontot figyelembe kell venni, hogy a motort vásároltak a barátnőtöknek. Ha nem munkába járásra, csak egy környékben, akkor nem muszáj robogót, nyugodtan vegyetek sebesség és a többi rajtatok el. Lényegében ez mindenkinek a saját döntése, hogy milyen motort vásárol. Barátnőmnek ott van a pitbike is, ugye a sebességes, akar váltogatni, akkor ráül arra, elmegyünk pitbike-ozni, nekem is van egy, bolondunk egyet. Aztán amikor munkába járás van, vagy valami, akkor még itt van a kis scooter neki. És hogy miért is jó barátnőtökkel motorozni. Másik dolog, hogyha már van saját motorja, akkor már ugye nem mögöttetek fog ülni, hanem a saját gépén. Sokkal több helyetek lesz. Te is sokkal könnyebben tud irányítani a saját motorodat, ugye nincs az a plusz súly mögötted. Kevesebbet teszik a te motorod is aztán, ugye. És... mi is például most, hogy eljöttünk kirándulni, nagyon jól jött az a kis rakodótér a barátunknak a motorjában. Be tudtunk szépen rakodni, sőt a barátnőnek is nagyon jó volt ott rakodni a motorjában, mivel nem kellett táskát cipelni a hátán, sokkal kényelmesebb is volt neki. Ugye a csajok ne cipeljenek táskát a hátukon, azért az nem nagyon való. Szóval így még nagyon jól is jött, hogy robogót vettünk neki. Még azon is gondolkodunk amúgy, hogy veszünk hátra egy nagy kuffert, hogy tudjunk abba is rakodni. Sőt, akkor még minden két sisakot is tudnánk tárolni. Egyet az ülés alatt, másikat pedig a motor mögött. Még amúgy valami telefontartókat kellene a motorokra szerelni. Ugye a Yamahámon volt egy, de azt eladtam a motorral együtt anno. Az is nagyon jó volt, mindig láttam erre megyek, stb. Értesítések, mi egymás. De főleg a GPS-re használtam. És most is nagyon jól jönne az a telefontartó nekem is és a barátnőmnek is. Most úgy megyünk amúgy, hogy a barátnőnek korlátlan a netje, szóval GPS-en beállítottuk, hogy hol akarunk menni. Berakott egy fülest a fülébe, és mindig, hogyha kanyar van, vagy elágazódás, akkor a telefon megmondja neki, hogy merre kell letérni lényegében, és így bárhová el tudunk jutni. Ugye ez nem nagyon zavarja őt a vezetésben, már csak az egyik fülében van bent, ott ugyanúgy hallja a hangokat, meg mindent, és csak lényegében akkor szól a telefon, amikor kanyarban, máskor pedig mindig hallgat. Szóval esetleg, ha ti is hasonló cipőben vagytok, akkor így nyugodtan tudjátok használni ti is a GPS-t. Na most egy kicsit elkalandoztunk, akkor visszatehetnénk a fő témához. Ugye miután már megvan a barátnőtöknek a motorka, akkor már simán el tudtok menni bárhova. Mint hogy azelőtt is el tudtok, de
így már még izgalmas, mert mindenki külön motoron, mindenki be tud számolni a saját kis élményéről, amit az út közben szerzett, ugye, mert mind a ketten vezettek. Szóval mind a kettőtök más szemszögből látja az egész utat valójában. Szóval én is csak ajánlani tudom nektek, hogy ha van rá keret és lehetőség, akkor vegyetek a barátnőtöknek motort, vagy esetleg ő vegyen magának. És nagyon jó így ketten motorozni, így ketten, főleg így szerelmesen. Felültök, te is felülsz, barátnőd is. Hű, ez nagyon durva kanyarvétel volt a másik sávon. Nem baj. Ugye így rengeteg élményekkel gazdagodtok ugyanúgy, sőt dupla annyival lényegében, mert mindenki külön motoron van. Végig nálunk is ez így nagyon jól jön, mivel a barátnőm is tud már külön blokkokat készíteni így motoron. Szóval lesznek pluszba videók így a csatornán, ilyen csajos motovlog stílusban. Amit már el is kezdtünk lényegében, már egy videó felkerült. Hamarosan jön a következő rész, és a következő rész. Na szóval srácok, hogy van barátnőtök egy ideje és motoroztok, akkor tanítsátok meg a barátnőtöket is motorozni. Persze az olyan dolog, hogyha érdekli őt az a motorozás, vagy ha szeretne. Mert ha nem nagyon szeret például motort vezetni, de viszont szeret motorozni, akkor nem érdemes ráerőszakolni ezt az egészet. Mert mindenki maga döntse el, hogy szeretne motort vezetni, vagy sem. Az is nagyon jó, hogyha szeret például csak magétek felülni. Ismertem jó pár olyan csajt, hogy a barátjuk motoros volt, de viszont a csaj nem szeretett motorozni. Sőt, nem szeretett motorra sem ülni. Szóval srácok, ha már felül mögétek a barátnőtök, akkor már eleve Jolly Joker nyertjétek van. Mert tudtok saját csajotokkal motorozni. Elihetitek, hogy van jó pár olyan eset, amikor a csal fel sem ül a motorra. Szóval, hogyha felül mögétek, az már egy nagyon jó pont. És ha még szeretne is motorozni, és saját motort szeretne, akkor az még dupla jó pont. Annyi, hogy a motorválasztásnál vegyétek figyelembe azt, hogy mire szeretnétek a motort a barátnőtöknek. Ugye mi is egyet vettünk csak így melóba járásnak, még esetleg egy kicsit túrázni is, arra is tökéletesen megfelel ez a kis PCX. Sebességezésre, még a bolondulásra pedig ott van a pitbike. Aztán, ha már összegyűlik a tapasztalat, akkor még majd veszünk valami nagy motort a barátnőnek, valami 500-asot. Kb. Az lesz a következő lépés. Na. Azt hiszem, ki is meséltük ezt a témát. Remélem tetszett ez a kis motoros téma, így a barátnővel összekapcsolva. Egy csomagban. Ha igen, akkor dövetked lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Esetleg, ha nektek is motorozik a barátnőtök, vagy ha van külön saját motorja is akár, akkor írjátok meg kommentben esetleg, hogy kinek motorozik a barátnője, esetleg milyen motorja van már, vagy miért szeretne vásárolni a jövőben, vagy akár mostanában. Esetleg tudunk egymásnak tanácsot adni, segíteni. Motorozzatok sokat, srácok, vigyétek a barátnőtöket is, hogyha szereti a motorozást. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!